A Dombovári Művelődési Ház tavaszi-nyári kényszerpihenője lehetőséget adott egy kis belső megújulásnak. Az aulába belépve dizájnos beltér várja a látogatókat. A szükséges tisztasági festés mellett új, kellemes szint is kapott a legforgalmasabb szintér. Emellett új bútorok beszerzése is megvalósulhatott. A Tinódi Ház dolgozói szorgalmasan tevékenykedtek, hogy államalapításunk ünnepének előestéjére megnyithassák kapujukat. Az érdeklődőket már a műfáz előtti téren elcsábították a különféle helyi gasztró különlegességek. Egyes stand egy-egy dombovári vagy környékbeli vállalkozót mutatott be. A teljesség igénye nélkül volt a gyerekek kedvence vattacukor és kürtös kalács, a felnőttek itala a sör, de az egészséges ételek italok sem maradtak el. Termelői méz és mézből készült ínyenségek, valamint az ünnephez is kapcsolódva a város kenyere. A rendezvény sztárvendége már nem először járt Dombováron. Bede Róbert mesterszakács természetesen nem hagyta éhesen vendégeit. Pompás risottot készített. A tér zenétől volt hangos, a legkülönbözőbb stílusú előadók váltották egymást a nap folyamán. A Tinódi Ház munkatársai ígérik, az új ruhába öltözött belső helyiségekbe ugyanilyen megújult tartalom is fog költözni az ősszel. A pandémia miatt lemondott koncertek, előadások nagy része az év végére került, tehát nem maradnak el.